Ismét különleges szerkentjük ezrei láthatók kettől péntekig a Las Vegas-i innovációs kiállításon. A legérdekesebbek talán a digitális egészségügyi innovációk. Ez a karórának látszó eszköz idős embereken segíthet, mert egy telefonos alkalmazáson keresztül riasztja a távol lévő családtagokat vagy orvosokat egészségügyi vészhelyzetre utaló jelek esetén. Az érzékelők személyes adatokat gyűjtenek egy olyan korban, melyben sokan aggódnak a privátszféra védelméért. Az újítást kidolgozó cég, a CarePredict alapítója szerint bárhogyan is figyelnek meg valakit, az mindig aggodalomra ad okot. Esetükben azonban nem arról van szó, hogy bekamerázzák valakinek a fürdőszobáját vagy a hálószobáját. A szerkezet csupán adatokat gyűjt arról, hogy az illető melyik szobában van, hogyan mozog a karja, ami semleges információ a magánszféra megsértése szempontjából. Mesterséges intelligencia, 5G és a robotizálás gyakori kifejezések a kiállításon. A zöld technológia is figyelemfelkeltő, különösen a növekvő környezeti és klímaválság miatt, mondja a helyszíni riporterünk. A 20 fa egy holland startup, amely figyelemmel kíséri és megjeleníti a hőmérséklet vagy a légszennyezettség alakulását az erdőkben és a városi zöld felületekben. A hagyományos csomagolás alternatívája lehet a Living Packets innovációja, a francia cég dobozainak segítségével csökkenthető a hulladéktermelés. A klíma és környezetvédelemnek sok kritikus láncszeme van. Az egyik a műanyag, ami elárasztja az óceánokat. Nálunk viszont nincs szükség buborékfóliára, és a dobozunk több ezerszer újra felhasználható. A karton alapú csomagolással szemben további előny, hogy így módon csökkenthetjük a széndioxid kibocsátást is, magyarázta az ügyfélkapcsolati vezető. A technológiai cégek magasra tették a lécet, ha akarnak, akár azonnal fogadhatnak is sikereikre a kaszinók fővárosában.